Július 1-én elindult az online árfigyelő rendszer. Az árfigyelő.gvh.hu oldalon több mint 60 termékkategóriában lehet a nagyüzletláncok termékeinek ellenértékét összehasonlítani. Ezek között szerepel például a tej, a kenyér, a tojás, a sertés szomp vagy a trapista sajt is. Az adatokat pedig a KSH statisztika alapján állították össze a szakemberek. Az árfigyelő adatbázisban 6 nagy kereskedelmi lánc. Azoknak a kereskedelmi láncoknak kellett kötelezően csatlakozniuk ehhez a rendszerhez, amelyeknek az éves nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot. Ugye 6 darab ilyen kereskedelmi lánc van jelenleg Magyarországon, és ennek a 6 kereskedelmi láncnak mintegy 1200 boltja, üzlete van szerte az országban. 62 termékkategóriában kell napi szinten szolgáltatniuk az aktuális áradatokat, hogy mennyibe kerülnek az egyes termékkategóriákban az élelmiszerek. Az online árfigyelőt fejlesztő munkacsoport a fogyasztói visszajelzéseket is figyelembe véve folyamatosan dolgozik a rendszer továbbépítésén. Ennek köszönhetően a közelmúltban több funkciós, szabadon összeállítható, megosztható bevásárlólistával bővült a gazdasági versenyhivatal által működtetett online adatbázis, ami által még gördülékenyebbé válik a fogyasztók vásárlása. Az árfigyelőnek elindult egy új funkciója, minden termék alatt megjelent egy ikon, amivel a bevásárló listánkhoz tudjuk adni az adott terméket, és ki tudjuk választani azt a boltot is, ahol mi ezt a terméket szeretnénk megvásárolni. Ezáltal több lehetőségünk is van, hogy bevásárló listát állítsunk össze. Ahogy említettem, akár az is lehet, hogy én különböző boltokban szeretem megvenni a zöldséget, gyümölcsöt, másikban a húskészítményeket, harmadikban mondjuk a péksüteményeket, mert mondjuk ott a legfrissebb, vagy ott mindig meleg kenyeret kapok a polt. És összeállíthatok egy olyan bevásárlólistát, ami különböző boltokban teszi nekem lehetővé a vásárlást, majd a rendszer kiszámolja, hogy ez nekem mennyibe fog kerülni a végén, tehát egy ilyen kosárértéket is látok, hogy mennyi pénzzel induljak el én a bevásárló körutamra, amiből ki fogok jönni. A kommunikációs vezető hozzátette, az indulás óta az egyedi látogatók száma már megközelíti az 1,2 milliót. A honlapon böngészők egyre többet, mostanra átlagosan 4 perc 10 másodpercet töltenek el az oldalon. Ez az aktivitási idő pedig azt bizonyítja, hogy a fogyasztók használják is a rendszert. További érdekesség, hogy az elektronikus felülethez azok a kereskedők is csatlakozhatnak önkéntesen, akikre az adatszolgáltatási kötelezettség nem vonatkozik.